USAK. Yo, posztolj, tetszik a népnek, gyűlnek a lájkok, gyűlnek a lájkok, tetszik a képed, add meg a népnek, bárhogy, vett akar az Insta, a filter, a papron, szebb lesz tőle az ember, kipakol egy képed, hogy no filter, hashtag, én vagyok reggel, hashtag, van-e Vivi nálad, mi a Vivi jelszó, nincs már 4G, 4 órája, nem volt posztom túl sok, kiteszem az estém, jön rá 100 like, reggel még vagy 30, melóba lövök egy selfit, a követőimnek jobban tetszik, hey! Követőimnek jobban tetszik, mikor többet adok, jönnek rá a lájkok egyből. Követőimnek jobban tetszik, mikor nyíltabb vagyok, kedvöm. Követőimnek jobban tetszik, mikor többet adok, jönnek rá a lájkok egyből. Követőimnek jobban tetszik, mikor nyíltabb vagyok, kedvöm. Nyomok egy live-ot, jönnek a lájkok, mindenki csaj bekövet, írja, hogy I love you, tetszik a stílom, mondják, hogy így jó, honnan a csukám, neki is kell jó, honnan a szemcsi, tetszik, hogy trendy, kövessem én is, megéri szexi, Bóvli, ha nem posztolsz, nem tudom, hogy mit tolsz, mi? Posztolj, kikövet mindenki, ki? Hey! Szép ez az este, jön rá egy hashtag, filter a vacsira, medd fel, hogy tetszen, látod, mit tettem, ja! Követőimnek jobban tetszik, mikor többet adok, jönnek rá a lájkok egyből. Követőimnek jobban tetszik, mikor nyíltabb vagyok, kettőm. Követőimnek jobban tetszik, mikor többet adok, jönnek rá a lájkok egyből. Követőimnek jobban tetszik, mikor nyíltabb vagyok, kettőm. Követőimnek jobban tetszik. A színpadon a USNK, ez volt a Posztolj. A srácok járják az utat, de ne menjünk el a vokalisták mellett sem. Varga Dávid és az alsó oktáv, azt gondolom, hogy egészen szenzációs volt, ami a Trap Kapitány nevéhez fűződik, említsük meg. Zsűri. Lilla. Sziasztok, kolozsvári fiúk! Nagyon aranyosak vagytok! És cukik! Nagyon örülök nektek, viszont egy pici dilemmám van, és ezt huncutul és jó szívvel mondom, tényleg szeretettel, mert azt gondolom, hogy ez a dilemma, az örök dilemma a műfaj iránt alakult ki bennem, hiszen az saját zenei világomban egy picikét nehezen tudom elhelyezni, de azt jelenti, hogy megvan a létjogosultsága, és abszolút látom az aktualitását, őszinte, önazonos, igazságot mondatok, ráadásul egy olyan aktuális téma, ami azt gondolom, hogy ez egy nagyon belevágó, és nagyon sikeres, és ezért is gondolom, hogy sokan szeretik. Egy-két észrevétel, amiben azt gondolom, lehetne építeni ezt a hidat a rap műfaj és a pop zenei kultúrákon belül, vagy mondjuk azt, hogy amit én is nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és boldog lennék, ha lenne egy ilyen átmenet. És azt hiszem, nem vagyok ezzel egyedül, most nem a társaimról beszéltem, ebből hanem a közönségből. Igen. És azt gondolom, mivel kommunikációról van szó, és fontos szerepe van a szövegnek, és magyarul nagyon nehéz énekelni, és beszélni is nagyon nehéz ebben a hangsúlyban. Ezt egy kiválóan teszitek, kivétel a legvégső sorok, amire gondolok, hogy ott nem nyújtjuk el rövid magánhangzókat. És többet beszéltek egymással, külön-külön nagyon jól működik, egy picit többet kommunikáljatok egymással. Jó, hogy tehát nem csak a közönség felé, nem csak a tévénézők felé, hanem egymással is. Magyarul Lillával bebuktátok a duettet. És azért én a... Tehát abszolút hiteles, és gratulálok ehhez. Még a hangszíneteken lehet variálni, izgalmasabban játszani a hangszíneken. És egyébként várom a refrént szívesen. Tele. Az elemzés majdnem addig tartott, mint magadal. Kérdezzük meg Mikit is. Most úgy alakult, hogy újra én beszélhetek, ahogy nézem. Jó, szóval egyrésztről, srácok, van az akusztik felvétel, nekem a top 3-ba benne van. Ez persze nagyban hozzáadódik a Freddy Schumannak, a jelenléte szuper lett szerintem, szóval azt mindenféleképpen szeretnék ezt gratulálni. Most a szövegről szeretnék beszélni, mert múltkor én
igazából amikor elkezdtem beszélni, akkor az előadóról és az alkotók különválásáról beszéltem, de úgy mélyen belül tudtam, hogy fogunk még találkozni, ezért gondoltam, hogy ketté választom a mondandómat. És a szövegnek a háttérről egy picikét röviden, hogy érintőlegesen hagy beszéljek. Szóval lényegében a zeneiparban az a jó szöveg, azt hiszem, tehát hogy az iparszerű termelésben az a jó szöveg, ami bevonja a figyelmet. Kicsit olyan kezd lenni most ez az egész, mint amikor megyünk egy autópályán, és akkor nem tudom, mennyi a maximum sebesség? 130, igen, majd 150-et mondtam, szóval, hogy megyünk 130-al, és akkor persze, hát nem tudunk, figyelünk arra, hogy minden stimmel, nem tudjuk az erdőnek a szépségeit, nézzük a mélységeket. Azt történik, hogy a pószerem van egy ilyen bögyös nő két sörrel, akkor azt úgy észreveszem. Na. Igen, és ráadásul bemérik azt, hogy férfiak vezetnek autópályán inkább, stb. Szóval, hogy na, nekem ez a szöveg is pont ilyen, hogy arra a pillanatra ilyen, inkább ilyen perc életű, hogy arra a pillanatra odavonz, de vagy úgy is mondhatom, hogy hasonló ahhoz, mint a viccnek a, hogy is mondjam, a jellege, hogy a viccnél is úgy van, hogy ha valaki elkezd viccet mesélni, azonnal mindenki odafordul, és elkezdi figyelni. De aztán utána, hogyha lement a vicc, akkor igazából nem akarjuk még egyszer soha többet meghallgatni, mert nincsen benne új információ. Esetleg, hogyha a viccmesélő annyira izgalmasan adja elő, akkor meghallgatjuk még egyszer, de magában a szövegben nincs több nekem. És nekem pont ezt érzem ebbe a szövegbe, hogy egyszerűen nincs több jelentése. Tehát, hogyha most azt vesszük, tehát olyan nekem ez a szöveg, mint hogyha egy ilyen magazin, vagy ilyen bulvár magazin, hogy hogyan legyen több lájkod, ilyen tanácsot adnának, azokat a mondatokat kivágnánk, beraknánk egy ilyen lottó gömbbe, és kihúzogatnánk 50 ilyen kis gömböcskét, egymás mellé raknánk, és ott kész a szöveg. Mert ugye olyasmi is ez, hogy ilyeneket állapít meg a szöveg, hogyha posztolsz, akkor azt tetszik a népnek, akkor gyűlnek a lájkok, ha filter van, akkor szebb lehetsz tőle, hogyha a többet adsz, akkor jönnek rá a lájkok, ha live van, akkor jönnek a lájkok, stb. Tehát, hogy igazából nincsen meg az a plusz rétege, amitől, hogyha ezt hallgatom, és mondjuk visszatérek rá mondjuk egy év múlva, fél év múlva, stb., akkor új jelentése van, és még egy új jelentése van, mert a szövegben vannak további rétegek. És ebben úgy érzem, hogy nincsen, és emiatt nekem hiányérzetem van. Na gyerekek! Én azt szeretném mondani, hogy ha hazajöttek, akkor nézzétek vissza ezt az adást, mert ha ebből ti bármit megegyeztetek, azt én nagyon meglepődnék. Biztos, hogy megegyeztünk. Nézzük a pontokat, Miki. Jó, 7 pont. Egy hetessel indulunk. Feró. Nagyon értékelem, hogy ezt jól kigyakoroltátok, szerintem iszonyú munka van benne. Egyet hiányolok belőle, hogy egy itt lévő fiatal nagymama korában fogja ezt énekelni. Lesz ebből örökzöld? Nem. 6 pont. Ezt mondtam, igen. Egy 6-os. Lilla. 6 pont. Egy újabb 6-os. Végül nem utolsó sorom, Misi. 7 pontot szeretnék. Egy újabb 7-es. Srácok, 26 ponton indulunk. Szerintem nem kell csüggedni, mert valami hasonló történt a válogatóban is. Van még egy közönségpontszám, legalábbis azoknak átlaga. Ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy magasabb legyen a pontszám. Már is érkezik, és látjuk, hogy mennyi lesz a kumulált pontok összege. Ez egy 8-as, ami az átlagot 34 ponttal indulunk. Nagyon szépen köszönjük, oda tettétek a time, az nagyon rendben volt. Irány a páv, és hamarosan beszélünk.